Ezzel a tablóval nyerték meg az idei versenyt a Lukács iskola 12. A-s diákjai. Mivel autós osztályról van szó, és a többségnek már van saját kocsija, nem volt kérdés, mivel tegyék egyedivé bemutatkozásukat. Osztályfőnökünk tanácsára megalakult ez a minta, hogy hát akkor 12 A-t autókból rakjuk ki, és hát igazándiból megvalósítottuk. Terv megvolt, találtunk egy rétet, amin gondtalanul beállhattunk az autókkal, és megoldottuk. És akkor azt, ha jól látom, egy drónfelvétel, igaz? Így van, egy drónfelvétel, amit a kedves osztályfőnökünknek egyik volt tanítványa készített el, aki hobbi szinten, vagy már munkaügyileg is, de fotózásra foglalkozik. Hatodik tablóversenyünk most már hagyománynak tekinthető. Kreativitásuk egészen pontosan 1069 lájkot ért a legnagyobb közösségi oldalon, jutalmuk pedig egy bankett vacsora lesz, a díjátadónak is helyet adó étteremben. A Győr belvárosi tablóversenyt idén 6. alkalommal hirdette meg a Győri Bevásárló utcák alapítvány. Felhívásokra 25 osztály jelentkezett, amelyek csaknem 10 000 kedvelést gyűjtöttek össze. A tablóversenyt igazából a Győr belvárosi vállalkozások találták ki, azért, mert egyre jobban kezdtek el tűnni a városból a tablók. Ugye ezt a, most már mondhatom azt, hogy 50 éves győri hagyományt valahogy elfelejtették az osztályok, hogy fölhívjuk a figyelmet, hogy mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy sokan tanulnak városunkban, jó a szakképzés. Hányan vagytok az osztályban? 21. 21, akkor én nem... A kezdeményezés természetesen nem csak a vállalkozásokat fogta össze. Összefogásra, együttműködésre késztette a diákokat is, hogy mozgassák meg a saját kapcsolati hálójukat. Már most érezzék meg, hogy mennyivel erősebbek együtt, sikeresebbek, és teljesítményt is, eredményt is együtt működve, összefogva tudnak elérni. És ebbe az együttműködésben ugyanúgy be kell, hogy kapcsolódjanak az üzlettulajdonosok. Az együttműködés fontosságát hangsúlyozta a belváros önkormányzati képviselője is. Egy városrészt akkor tudunk élettel megtölteni, akkor tudjuk pesgővé, lüktetővé tenni, hogyha az ott élők, illetve az egyes közreműködők valóban együtt tudnak működni. Ha visszatekintünk az elmúlt időszakra, akkor rengeteg jó kezdeményezést látunk erre, ilyen a Kult utca, ami ugye Király utcában kerül minden évben megrendezésre, vagy éppen az adventi jótékonysági akció, és ebbe a körbe sorolnám be azt a tablóversenyt is, amit ugye azoknak az végzős osztályoknak hirdettek meg, akik valamilyen módon a belvárosban állították ki a tablójukat. Én azt gondolom, ez is egy olyan kezdeményezés, amivel sikerül sokakat elérni, sok fiatalt is a belvárosba vonzani. Az eseményen bemutatták azt a Kult utcán készült 3 festményt is, amelyeket alkotóik jótékony célra ajánlottak fel. Úgy döntöttünk, hogy a Koppány Attila és a Bárány Teréz házas pár még beállt mellém, és akkor hárman. Mindenki a saját színvilágát, a saját életvitelét, a saját gondolatait próbálta vászonra vinni, és a helyszínnek a szelleme, tehát a zene, a hangulat, ami ott minket megfogott, ezek kerültek a vászonra. Én eléggé absztrakt képeket festek, és azért belecserkésztem egy figurát, egy arcot, mert ez adta magát. A műveket a Győri Bevásárló utcák alapítvány bocsátja licitre, a befolyt összegből pedig hátrányos helyzetű fiatalokat támogatnak majd az Angyalok a belvárosban idei kampányában.